Morvai Krisztina a vendégünk, a Jobbik EP lista vezetője. Kezdet csokorom, jó reggelt kívánok. kívánok! Milyen pénzből kampányol a Jobbik? Hát szeretetből kampányol a Jobbik leginkább. Most 400 helyre megyünk el ebben a bizonyos tavaszi hadjáratban, és se Vona Gábor, se Balczó Zoltán, se Szegedi család, se én egyetlen fillért ezért nem kérünk, nem kapunk. Rengeteg aktivistánk van. Az embereknek meggyőződésük, hogy a magyar föld, a magyar haza megmaradása érdekében egy új értékrendre, új alapokra van szükség. Itt nem kevesebb a kérdés, mint hogy megmarad-e a magyar haza. Lesz-e a magyar embereknek jövőjük, és ezért a célért hajlandóak igen sok önkéntes munkát áldozni. És vannak nyilván kisvállalkozók, akik látják azt, hogy a multikkal szembeni versenyben való megmaradásuk csak úgy lesz lehetséges, hogyha ettől vonással eltörlünk minden olyan szabályt, ami Magyarországon, az ő saját hazájukban a multikkal szemben másodosztályú helyzetbe hozza a magyar vállalkozót, tehát ezért nyilván kisebb adományokat adnak a Jobbiknak. Azért is kérdezem ezt, mert miközben önök a magyar haza megmentéséért kampányolnak, az hírlik, hogy külföldről kapnak pénzt. Hát nagyon szomorú, hogy a jelenlegi magyar politikai elit nem tudja elképzelni azt, hogy van olyan Magyarországon, hogy demokrácia, és úgy látszik, hogy semmiféle kapcsolatban nincsenek a magyar emberekkel, és ezért nem tudják azt, hogy rendkívül nagy az elégedetlenség. Milliók éheznek Magyarországon, az emberek elveszítik az otthonaikat, elveszítik a munkahelyüket, nem látnak maguk előtt semmilyen perspektívát. Ez a jelenlegi magyar politikai elit az úgynevezett rendszerváltáskor piszkos magánkezekbe adta az emberek feje fölül a gyárat, a TSZ tagok feje fölül leprivatizálta a TSZ. Senki nem gondolta arra, hogy az embereknek mi lesz a sorsa, miből fognak megélni. Na most az emberek mostanra besokaltak, létrejött, alulról építkezze egy új erő, amelyik azt mondja, hogy teljesen új alapokra kell a dolgot helyezni, Magyarország a magyaroké, vissza kell venni a hazánkat, ki kell építeni egy önálló magyar gazdaságot, és nem az a kérdés, hogy a milliárdosok hogy lesznek még gazdagabbak, hanem hogy a magyar embereknek hogy lesz életcéljuk, küldetésük, megélhetésük, és így jött létre a Jobbik, csak ezt nagyon nehezen tudják elképzelni azok a pártok, amelyek ennek az egész disznóságnak a részesei voltak. Tehát a Jobbik mögött nincsenek külföldi, netán orosz pénzek? Nincsenek. Meggyőződésem szerint, bár én nem vagyok a pártnak tagja, engem Vona Gábor úgy kért föl, hogy azt mondta, hogy Krisztina, maradj ugyanaz a civil ember, maradj ugyanaz a harcos, nemzeti értelmű, szenvedélyes jogvédő, aki eddig voltál, csak egy új pozícióban, védd a magyar érdekeket az Európai Parlamentben. Hogyha a Jobbik programját elolvassa az ember, vagy rámegy az internetre és megnézi, hogy mit írnak saját magukról, és ezt mondjuk összeveti a MIÉP honlapjával és a MIÉP önmeghatározásával, akkor nagyon sok hasonlóságot lehet felfedezni. Miért gondolják azt, hogy ami a MIÉP-nek nem sikerült az elmúlt 20 esztendőben, az majd a Jobbiknak sikerülni fog? Miben más a Jobbik, mint a MIÉP? Hát én nem tudok ilyen pártpolitikai kérdésekben nyilatkozni, mert ahogy mondtam, én civil ember vagyok, tehát én egy jogász vagyok, egy nemzeti jogvédő, aki azt látja, de hát azért hogy... annál valószínűleg többet gondolnak magukról, mint hogy ön esetleg vonzóbb, mint Csurka István. Hát én azt gondolom, hogy a programunk nagyon vonzó, mert a lényegről beszélünk, és az emberekhez beszélünk. Tehát mi beszélünk a magyar munkavállalókhoz, akiket elárultak, tönkretettek, beszélünk a magyar vállalkozókhoz, a magyar gazdákhoz. Vannak olyan szerintem elég hatékony módszereink, mint hogy például ilyen A4-es papírra én írok személyes hangú levelet ezeknek a csoportoknak, akiket most felsoroltam, és embernyelven. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ennek a kampánynak és magának a politikának is arról kell szólni, ami az embereket érinti. Tehát az emberek sorskérdéseiről, arról, hogy honnan lesz megélhetésük, hogy fognak a családok emberhez méltó életet élni, hogy lesz életcéljuk a magyar embereknek, a küldetésüket hogyan fogják beteljesíteni. Mi egy emberközpontú Magyarországban gondolkodunk, a pénz- és profitközpontú Magyarország helyett. Tehát a két alap pillére, és nem tudom, hogy a MIÉP-nek mi volt a jelszava, vagy most mi a jelszava, mi kettős jelszóban és kettős alapértékben gondolkodunk. Az egyik az, hogy Magyarország a magyaroké, ez a mi hazánk, vissza kell, hogy vegyünk a hazánkat azoktól a gyarmatosítóktól, akik elvették tőlünk. A másik pedig, hogy a kizárólag pénz- és profitközpontú gondolkodás helyett, ami mindig úgy teszi fel a kérdést, hogy mi hoz több pénz, mi hoz több profitot, ahelyett azt kérdezzük, hogy mi a jó az embereknek. A többi párt is azt mondja, hogy az embereket érintő sorskérdésekről beszélnek a kampányban,
és ő szerintük az embereket érintő sorskérdések közé tartoznak azok is, hogy a szélsőséges eszmék ne kerüljenek be se az Európai Parlamentbe, se a Magyarország gyűlésbe. Hát az elmúlt 20 évben kellett volna az emberek sorskérdéseiről beszélniük, akkor, amikor az úgynevezett rendszerváltáskor úgy döntöttek, hogy mindent privatizálnak, magánkézbe adnak, nem gondolták végig azt, hogy mi lesz azokkal a gyári munkásokkal, akik utcára kerülnek, mi lesz a térszagokkal, akik szintén hivatás küldetés nélkül maradnak. Én szélsőségesnek tartom azt az eszmerendszert, aminek az eredményeképpen teljesen magukra maradtak a magyar emberek, nincs elértük életcél, nem tudnak méltóságban emelt fejjel élni, erről kell beszélni. Tehát, hogy először is a magyar földnek például szélsőséges dolog volt az, hogy az Európai Unióban felajánlották a magyar termőföldet megvételre, ha a Jobbik most nem csinál valamit, akkor 2011-ben palesztin sorsra juthat Magyarország, mert olyanokkal kell versengenünk a saját termőföldünkért, akiknek 4-5-ször nagyobb a nemzeti jövedelmük, mint Magyarországnak. Ez gyarmatosítás, nem pedig a tőke szabad áramlása. Szélsőséges módon belementek olyan alkuba, hogy a magyar paraszt harmadát, negyedét kapja mezőgazdasági támogatásként az EU-ból, mint az osztrák vagy a német, tehát teljesen versenyképes. Szélsőségesnek tartom, hogy tönkretették a magyar mezőgazdaságot, a magyar élelmiszerfeldolgozást, kiszolgáltatottá tették a magyar piacot, áramlik ide be a rosszabb minőségű, agyon támogatott külföldi élelmiszer, és az emberek pedig közben éheznek és nyomorognak. Ez a szélsőségesség, erről kellene beszélni. Mindez most kulminál, azért van ekkora támogatottsága vajon a Jobbiknak. Eddig nem volt olyan erő, amely ezt ilyen határozottsággal képviselte, kérdezem, vagy pedig azért nőtt meg most a Jobbiknak a támogatottsága, a közvélemény kutatások, meg hát az előrehozott különböző helyi voksolások tükrében, mert a cigány ellenességgel is kampányolnak. Nem cigány ellenességgel kapálom. Öntől ilyet még nem hallottam természetesen, de azért a Jobbikhoz csatlakozó szervezetek, emberek, közszereplők szájából azért lehet ilyet hallani. Cigány ellenességet én nem hallottam másoktól, se két dolgot hallottam. Az egyik a tömeges bűnözés visszaszorítása, ami a Jobbik programjában szerepel. Felháborítónak tartjuk azt, és én, mint büntetőjogász, különösen felháborítónak tartom, hogy a magyar falvakban, a magyar vidéken, de magyar városokban is egyébként az emberek folyamatosan rettegnek a bűnözést. Állandósultak a terménylopások, falopások, erőszakos bűncselekmények, és a rendőrség itt lövöldözi a tüntetőknek a szemét, ahelyett, hogy faluhelyen kimennének, rendet csinálnának. Mi azt mondjuk, hogy csendőrséget kell a falvakban bevezetni, kemény, rendek, közbiztonságot, hogy a magyar embereknek a személye, testépsége, élete és tulajdona biztonságban legyen. Ezzel akarom... nincsen semmi szélsőségesség, és nincsen cigány ellenesség sem, mert ez cigány embernek is az érdeke. Ez világos, nem akarom ember szakítani a szót, csak például a Ferencvárosi időközi választásban itt vitatkozott az összes jelölt, és Szegedi Csanád konkrétan azt mondta, hogy a cigánybűnözés ellen kell fellépni. Nem tudom, hogy milyen kifejezést használ. Tehát én annak idején, 20-valahány éve a jogi egyetemen Göncöl Katalin tanárnő kriminológia kurzusán a cigány bűnözés című tételből vizsgáztam, a fiatalkori bűnözés, a fehérgalléros bűnözés, a női bűnözés mellett, tehát volt akkor ilyen szakifejezés a kriminológiában, a mostani tankönyvet nem láttam, nem tudom, hogy most használják ezt a kifejezést, de a magyar vidéki embernek teljesen mindegy, hogy milyen kifejezést használunk, neki az a lényeg, hogy védjék meg a tulajdonát, védjék meg az életét, védjék meg a gyerekét, és erről kell beszélni, ez a lényeg, nem a kifejezésre kell lovagolni. Bence József országos rendőrfőkapitány talán éppen tegnap mondta azt, hogy azért mindent nem lehet az államtól elvárni, mindent nem lehet a rendőrségtől elvárni, magunknak is tennünk kell azért, hogy megvédjük a saját javainkat, akkor ez ezzel egybevág, nem? Ez egy nagyon szemtelen kifejezés volt a rendőrfőkapitány részéről. Nem magánügy a bűnözés kérdése. Akkor, amikor a fővárosba kell a tiltakozó emberek leszerelésére és megfélemlítésére ezreket küld, akkor nem gondolja a főkapitány úr, hogy ez nem a rendőrségnek a feladata, idehozza vidékről az összes rendőrt, ahelyett, hogy ott rendszabályoznák meg a bűnözőket. Nem magánügy, ez egy tipikus, ugye Magyarországot teljesen kiszolgáltatott harmadik világbeli gyarmati sorba akarják taszítani, ahol a magyar emberek rabszolgaként élnek a saját hazájukba. Ez az alap kiindulás. Ezért kell a Jobbiknak sikert elérni ezen a választáson, mert mi ezen fogunk változtatni. Na most egy ilyen végértelembe vett
latin-amerikai modell az, hogy van egy nagyon szűk gazdag réteg, amelyik meg tudja magának venni a biztonságot, zárt lakóparkokban laknak, biztonsági őröket foglalkoztatnak, és így tovább, és a többi pár millió meg nem számít. Az intézze el maga a bűnözéssel szembeni fellépést. Ez egy arcátlan hozzáállás, állami feladat a bűnmegelőzés és a bűnüldözés. Ezért örülök annak, hogy a Jobbik szövetséget kötött a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezetével, amelyik szakmai tanácsokat fog adni ahhoz, hogy